Hát néha, amikor az iskolában fiúkkal bajba keveredek, akkor hát meg akarnak verni, meg védekezni. Mostanában már nem nagyon akarják bántani Pétert Pannát a fiúk a suliban, főleg amióta a szlovák Open karata versenyen kategóriája győztese lett. Ha nem így lenne, akkor is gondolják el. Ez a pici törékeny kislány azért kezdett karatézni, hogy megvédje magát a fiúktól. Azt mondják róla, kiemelkedő tehetség, de egy kicsit csintalanságért nem megy a szomszédba, így valós veszély, hogy a fiúk időnként elégtételt szeretnének venni rajta. Csak hát kevés vele szemben az esély. Mint ahogy a többi bátaszéken karatéző fiatallal szemben is. Évek óta számon tartják őket a hazai és nemzetközi szintereken, minden versenyben benne van az éremszerzés esélye. A 42. szlovák Grand Prix is ez történt. Egy nagyon nagy múltú és egy magasan jegyzett versenyről van szó. Az ilyen magasan jegyzett versenyeknek azért ilyen magas az ázsiója, mert általában a nemzeti szövetségek valamiféle kvalifikációnak jelölik meg. Így egyébként a Magyar Karate Szakoszt, vagy a Magyar Karate Szakszövetség is a korosztályos kvalifikációba betette a szlovák Open. Tehát innentől kezdve arra kell számítani, hogy az országok legjobbjaival leszünk megmérettetve, és ez így is volt, 30 ország volt jelen a szlovák Openen. Ha jól tudom, 230-235 egyesület és nemzeti válogatottak jelentek meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly megmérettetés, ahol mi bátaszékiek nem is elsősorban az érmekért szoktunk indulni az ilyen szintű versenyeken, hanem hogy nézzük meg, hogy egyáltalán hogy tudunk az ilyen szintű sportolók és versenyzők ellen pontot csinálni, aztán hogy tudunk mérkőzéseket nyerni, és azt esetleg átkonvertálni később helyezésekre. Ehhez képest ugye 13 versenyzővel indultunk, és a 13 versenyzőnk összesen 16 győztes mérkőzést hozott, ami megint egy nagyon jó visszacsatolás arról, hogy azért minőségi munkát végzünk az edzőinkkel, illetve a sportolóinkkal. Másrésztről ugye itt vannak nagyon jó egyéni teljesítmények. Egyrészt a Hefner Zsófi, aki 3 győzelemmel, és a Kisbánk Bati, aki 4 győzelemmel az ötödik pontszerző helyre érkezett, és a Péter Panna, aki 2 szlovák versenyző, egy ukrán és egy litván versenyzőt legyőzve első helyen végzett a szlovák Grand Prix, ami egy nagyon-nagyon jó és meghatározó eredmény a továbbiakra nézve is. Szóval Panna nem csak a fiúkat csépeli az iskolai csetepatékban, hanem versenykörülmények között is megállja a helyét. Azt mondja, megvan számára az a pillanat, amikor megérezte, ezen a napon van keresni valója. Az ellenfelemet néztem, hogy az elején, hogy meccsel, meg hogy milyen jó lábom, meg mindent, és az elején ránéztem, és látom, egy kicsit fél tőlem, ezért így jobban bemelt, vagy hát nem izgultam, amikor bementem, mert már éreztem, hogy kicsit féltem, így magabiztos voltam. Hát igen, és így tudtam, hogy meg fogom nyerni, és ennyi. Na mit szólnak? Ennyi a győzelem receptje egy alig 10 éves szemével. Nem mindig az első hely a lényeg, hanem az, hogy mindig számoljanak veled, hogy ott vagy a legjobbak között. Tehát egy ötödik hely, egyébként egy ilyen szintű verseny már nagyon nagy eredménynek számít. És hogy én azt mondom, hogyha ott vagyunk a pontszerző helyek valamelyikén, most az egyéni kategóriákat nézve, akkor mindig számolnak veled az ellenfelek, mert ahhoz 3-4, akár 5 győzelem is szükséges, és azért, ha ilyen szinten valaki ennyi győztes mérkőzésbe húz, arra azért felfigyelnek az ellenfelek, felfigyelnek a nemzeti válogatottak. A bátaszékesének van hagyománya a szlovák Grand Prix. 2 évvel ezelőtt a Kisbánk Boti bronzérmes volt, 3 évvel ezelőtt pedig a Steigler Bence hozott ezüstérmet és a Bognárban a bronzérmet, és azért itt visszamehetnénk 10 évekre, vannak nagyon jó eredményeink a pozsonyi megmérettetésen, úgyhogy én azt mondtam, hogy én borítékolok egy érmet, nem tudtam volna meghatározni, hogy ki lesz az. Nyilván vannak mindig nevek a tarsolyunkban, akik
akik azért biztosan behúzzák a győzelmeket, és azért nem ért meglepetés, mert azért abban a borítékban bekerült volna Kisbánk neve, bekerült volna Hefner Zsófi neve, és bekerült volna Péter Panna neve, és lám-lám azért mindhárom komoly győzelem számmal zárta ezt a versenyt. A Szlovák Open fontos állomása volt az éves versenynaptárnak, de a munka ezzel nem áll meg. Április 9-én rendezünk egy regionális versenyt, itt Bátaszéken, ami régen házi bajnokságnak indult, de aztán itt a környező klubok elkezdtek érdeklődni. Ugye nem mindenki tudja megrendezni a létszáma, meg az infrastruktúrája miatt, illetve a stábja miatt se a házi versenyeket, ezért így hozzánk csapódtak a mohácsiak, dombavárjak, faddiak, tolnaiak, és velük közösen megrendezzük ezt a regionális bajnokságot április 9-én itt a Bátaszéki sportcsarnokban. Ez egy kimondottan utánpótlás verseny. Az óvodás és általános iskolás korúakat célozzuk meg ezzel a rendezvénnyel, majd húsvét után, április 22-23-án fogják megrendezni a magyar bajnokságot, VKF magyar bajnokságot, ami azért egy komoly ranglista és presztízs versenye a magyar versenyzői gárdának. Szeretnénk jól szerepelni, úgyhogy azért a húsvéti szünetnek egy részét beáldozzuk a felkészülésre. Kicsit furcsa, hogy az óvodások is felsorakoznak a tatami szélére, de Nagy Ákos azt mondja, ez egy olyan verseny, ahol nem kell komolyan küzdeni, csak rávezető gyakorlatokat kell bemutatni. És a karatéban, mondja a vezetőedző, az óvodáskor már megfelelő idő arra, hogy az első lépéseket megtegyék abba az irányba, hogy később esélyesek legyenek, mondjuk egy Szlovák Open megnyerésére.